A következő fellépő Tótkás Eszonya, 4. B-osztályos tanuló azt a verset fogja elszavalni, amellyel a költészet napja tiszteletére rendezett Bálósicabaló versenyen szerepelt. Szonyának Karsényi Kovács Mária adott hasznos útmutatásokat a versmondáshoz. Horváth István, tornyot raktam. Kün, a jégfogú tejes sárkány, havat püszkölt, zúzmarát szort. Bömbölve jártam ki kertőm, a házak közt vadul táncolt. Bent brúzsolt a kemence, hangbeszéd közt orsó pergett. Apu a pucikpadon ült, száraz török búzát fejtett. Mintha, most is látnám, széles vállát, kurta nyakát, nagy bozont a szemöldökét, éles szemét, kemény arcát. Lelke, miként az őserdő, melyben nem járt ember lába. Csodálatos ősvilág volt, babonák, mesék világa. A mező volt iskolája, a természet a mestere. Könyve, a nagy csillagos ég, aranyos betűkkel tele. Ott ültem lábainál, mesét mondott, azt hallgattam. Egy-egy csúszát felém dobott, amiből én tornyot raktam. Nőtt a torony a csúszákból, keresztbe tett boronással, és ahogy nőtt, büszkeségem kezdett nem férni a házban. Már a ház volt a toronyban, és nem a torony a házban. Apu figyelt, munkám közben iszta, hogy rakom a tornyot. Majd egy csúszát hozzám dobott, és a tornyom összeomlott. A tornyom omladékán rettenetes dühös lettem, meg akartam ölni apót, de csak lassan sírni kezdtem. Nagyapám az ölébe vett, megcsókolt a homlokomat. Hadd el, ne sír kis unokám, ne bánd a csúszatornyodat. Tehetetlen vágyaiból építeztem még nagyobbat is, és a sors egy legyintéssel így ledönti azokat is, mint apói. Építéssel telik el az egész élet. De hogy a tornyod betetőd, azt te soha el nem éled. Nem, mert bár az égig érjen, vágyaid még feljebb hágnak, s tetőtlen tornyokról hullunk az ort halálnak. A tűzön egy nyers faág sírt, az eszterhán jégcsap lógott. Apró mesélt, én hallgattam, s újra felraktam a tornyot.